Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában a GameWiz jóvoltából a Cat Lady-t fogom nektek bemutatni. Most, hogy nincs már rajtam az a felelősség, hogy például a társasjáték kedvelők csoportjának az adminja vagyok, végre szint valhatok a kérdésben, hogy üljön-e a macska a társasjáték dobozba vagy nem, macska vagy nem, macska vagy igen, macska, én a macskákkal vagyok. Úgyhogy a mai epizódban ezt a nagyon egyszerű draftolós kártyajátékot fogom nektek bemutatni. A Cat Lady valamennyire abban a sorba illik be, mint amibe a Álomház vagy a Sushigo kártyákat draftolunk. Hasonlóan a Álomházhoz itt sem egy kártyát draftolunk, kirakunk 3x3 kártyát, és a játékosok sorokat vagy oszlopokat draftolhatnak, a sorba vagy oszlopban lévő mind a három kártyát fel kell vennünk. Kétfajta kártya van, ami nem a kezünkbe kerül, az egyik a macskák, a másik pedig az ételkártyák. Az ételkártyákat eldobjuk, és kivesszük a dobozból az annak megfelelő ételt, ugyanis a játék egyik győzelmi pontszerző lehetősége, az egyik legfőbb győzelmi pontszerző lehetősége, hogy a játék végén meg kell tudni etetni a macskákat, és azokat a macskákat, akiket megetettünk, azokért győzelmi pontokat kapunk. Ezen kívül vannak olyan kártyák a játékban, ami a kezünkbe kerülnek, ezek vagy sorozatgyűjtéssel, vagy többséggel győzelmi pontot adnak nekünk a játék végén. Akinek a legtöbb macska jelmeze van, az 6 pontot kap, akinek egy sincs, az -2. A játékokat sorozatgyűjtjük, a különbözőkből álló szettek érnek pontokat, akár több szettet is elkezdhetünk, ha vannak egyforma kártyáink. A macska menta pedig attól függően, hogy mennyit szedünk össze belőle, növelheti a macskáink értékét, és ezen kívül van még a kóbormacska kártya, amivel a kóbormacskákat vetjük fel. A kóbormacskák effektíven speciális képességkártyák, amik az összes többi macskánk, vagy ételtípusuk, vagy a macskák színe, vagy bármi alapján adnak bónuszpontokat is a játék végén. Ha már nincsenek kóbormacskák, akkor az elveszett macska kártyákból, ha kettőt eldobunk, akkor nem kóbormacskát, hanem két győzelmi pontot kapunk. Ha már nem tudjuk feltölteni a 3x3-as játéktelt kártyákkal véget ér a játék, akinek a legtöbb élelme maradt, az -2 pontot kap, minden meg nem etetett macska után -2 pontot kapunk, a megetetett macskák után annyi pontot kapunk, amennyi rá van írva. Ha nekünk van a legtöbb jelmezünk, akkor 6 pontot kapunk, a sorozatokért, a macska játékokért pontokat kapunk, és a macska mentával növeljük a macskák értékeit, és akinek a legtöbb győzelmi pontja van, az nyeri a játékot, és ebben nagyjából elmondtam a játék összes szabályát. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi van a Cat Lady dobozában, utána igazán egy kört megmutatok, hogy hogy megy, tehát kipakolok, hogy egyáltalán hogy néz ki az asztalon a játék, és az epizód végén szokás szerint jöjjön az értékelés. Nézzük is meg, hogy mi van a Cat Lady dobozában. Ha kinyitjuk a Cat Lady dobozát, akkor legelőször is a magyar nyelvű szabálykönyvvel fogunk találkozni, ami nem egy túl vaskos kódex. Milyen alkatrészek vannak a játékban, hogy kell felpakolni, hogy megy egy játékkör, hogy sort vagy oszlopot vehetünk ki, a játék végén miért kapunk győzelmi pontokat, és egy kis ugye set collection, kinek van több, és egy kis leírás a különböző kóbormacskákról, hogyha nem lenne egyértelmű. Itt vannak maguk a játékkártyák. A játékkártyák ugye a különböző ételek, az elveszett kedvenc, amivel lehet felvenni kóbormacskát, vagy győzelmi pontot szerezni, ugye a különböző étel, hogy mennyi ételt ad, a macskák, hogy mit teszik és mennyi győzelmi pontot ad, a jelmezek, ugye akinek a legtöbb van, az 6 pontot kap, akinek egy sincs, az -2, és ennyi. Ezek a kártyák.
Itt vannak a kóbormacskák, ugye belőlük hármat rakunk majd ki a játékba. Őket is etetni kell, de különböző győzelmi pontokat adnak. Például borzas 2 győzelmi pontot ad minden jelmez után. Bandita pedig minden jól lakott kormos, tehát fekete macskáját ad 2 győzelmi pontot, és így tovább, és így tovább. Itt van a sor és oszlop jelölő, ugye ebbe jelöljük, hogy melyik sorból vagy oszlopból vettünk, és melyikből nem vett ki a következő játékos. A fa ételkockák, és a győzelmi pont jelölt, ugye, hogyha az elveszett kedvenc két kártyát eldobjuk, és nem kóbormacskát veszünk ki, akkor kapunk egy ilyen tókent. Úgyhogy ennyi alkatrész van a játékhoz, én mindjárt fel is pakolok, és megpróbálom gyorsan elmondani, hogy hogyan is megy a játék. Ahogy látjátok, fel is pakoltam a játékot, lehet, hogy jobb, ha ezt a macska jelölt lefordítom, mert így látni is fogjátok. Tehát kirakunk 3x3 játékkártyát, 3 kóbormacskát, itt vannak a nyersanyagok és a győzelmi pontjelölők. A játék elején a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos elhelyezi egy sorhoz, vagy egy oszlophoz ezt a macskajelölőt, és azt a sort vagy oszlopot nem veheti ki a kezdőjátékos. Ugye a játék úgy megy, hogy kinézünk magunknak egy sort, ami mellett nincs ott a macskajelölő. Én mondjuk azt mondom, hogy ezt az oszlopot akarom felvenni, akkor ide teszem a macskát, felveszem ezt az oszlopot, pótlom a kártyákat, és ugye a következő játékos nem veheti ki ezt az oszlopot. Ugye, ha macska van a kezünkben, akkor ezt letesszük, ő 2 tonhalat akar enni, ha éte, akkor megnézzük, mit ad, ez 1 tonhalat, és eldobjuk. Ez pedig egy jelmez, ugye, akinek a legtöbb van a játék végén a kezében, az 6 pontot kap, akinek a legkevesebb, akinek nincs egy se, az -2, ez kézbe jön. Ugye, itt van, kiraktam, kicsit csaltam az összes fajta kártyát. Tehát ugye itt vannak a játékok, ami különböző játékok, 1, 3, 5, 8 és 12 pontot érnek, a macska mentából, ha egy van, -2 pontot ér, ha 2, 3 van, akkor +1 pontot érnek a macskáink, és ha 4 vagy annál több van belőle, akkor +2 pontot érnek a macskáink. Van egy macskariasztó, amivel azt csinálhatjuk, hogy áthelyezhetjük a macska jelölőt, hogyha azt az oszlopot vagy sort nagyon ki akarjuk venni, ami nekünk tetszik, akkor meg tudjuk ezt oldani. Ugye az ételek ételt adnak, van egy joker étel, az mindenféle ételnek számít, tehát tejnek, csirkének és tonhalnak is használhatjuk. És ugye itt vannak az elveszett kedvencek, amiből ha 2 összeszedünk, eldobjuk, és akkor vagy kivetjük valamelyik kóbormacskát, vagy kapunk 2 győzelmi pontot. A játék addig megy így, amíg ebből a pakliból nem tudjuk feltölteni a 9 kártyás játékteret, és akkor szépen összeszámoljuk a játékosoknak a győzelmi pontjait, és akinek a legtöbb pontja van, az nyeri a játékot. Ugye a macska menta nem macskánként ad -2 győzelmi pontot, ha csak egy van belőlük, hanem -2 győzelmi pontot kapunk, és hogyha 2, 3 vagy 4, akkor minden macskának az értékét, jól lakott macskának az értékét növeli. Úgyhogy nagyjából így működik a játék, a kóbormacskákat nem kell pótolni, minden játékban csak 3 kóbormacska játszik, és akkor elméletileg amúgy itt, ha jön a következő játékos, akkor mondjuk ő kiveszi ezt a sort, ugye kap egy bármilyen ételt, van a kezébe egy macskariasztó és egy elveszett macska, kedvenc kártya, megint pótoljuk, ugye megint jön a következő játékos, ő mondjuk azt mondja, hogy kapásból kiveszi ezt az oszlopot, hogy legyen 2 macska mentája és egy teje. Ugye a tejkártyát eldobjuk, leesett rólam a mikrofon, elnézést, pótoljuk az oszlopot. Ez a játékos azt mondja, hogy kiveszi ezt a sort, kér 2 csirkét, 1 tonhalat, itt egy macska, aki tejet eszik, pótoljuk, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy így működik a játék, mindjárt összepakolok, és elmondom nektek a véleményemet is a Cat Lady-ről. Nos, jöjjön is az értékelés. Mennyire jön át a játék témája? Annak ellenére, hogy a játék nem is Cat Lady, és mindenhol cuki macskák vannak, igazán nem témafüggően a játék. Ez a téma, hogy kidraftolok kártyákat, a kártyák egy része nyersanyag, azokkal kell a többit ellátnom, közben sorozat gyűjthetek, közben a többséget gyűjthetek, közben módosíthatom a kártyáim győzelmet.
ez ugyanúgy működne bármi más témával is. Úgyhogy én arra, hogy mennyire jön át ennek a játéknak a témája, egy hármast adok neki. Igen is, nem is. Van témája, de ugyanúgy működne más témával is. Milyen a játék megjelenése? Én erre egy ötöst, egy kiválót adok. Akivel eddig játszottam, mindenki azt mondta, hogy cuki a játék. Egy nagyon jó egységes grafikája van. Tény, hogy határozottan, és ez nem hátrány, félreértés ne essék, én ezt nem ítélem el, határozottan rámegy a cukiság faktorra, de szerintem egy szép egységes grafikája van a játéknak. Nem túl bonyolult, egy kicsit karikatúraszerű, de nagyon szép egységes a grafikai megjelenése. Milyen a játék minősége? Erre is egy ötöst adok a játéknak, mert az élelmiszerkockák fából vannak, jó minőségűek, a kártyák nem a kártya szövet felé, hanem inkább a műanyag kártya felé mozdulnak el, ami azt jelenti, hogy egy kicsit nehezebb esetleg keverni, de nagyon tartósak, nagyon jó minőségűek. A tokenek, a papírtokenek is, a győzelmi pont jelölt tokenek is jó minőségűek, úgyhogy ez egy kiváló minőségű játék. Milyen a játék tanulhatósága? Erre is egy kiválót adok, nem túl bonyolult megtanulni a Cat Lady-t. Maga a szabálykönyv se túl hosszú, de ehhez a játékhoz ennyi szabály kell, úgyhogy nem túl bonyolult megtanulni, és nem nagyon kell, hogyha az ember egyszer megtanulta, nem nagyon kell keresgélni a kihagyható két oldalnyi szabálykönyvbe, hogy mi hogy működik, mert adja magát. És ami nagyon nagy pozitívum számomra a tanulhatóság szempontjából, hogy a kártyákon alapjában jövő szövegesen is rajta, hogy mit csinálnak. Tehát a szabálykönyv leírja, hogy mit csinál a macskamenta, vagy mit csinálnak a játékok, vagy mit csinálnak a jelmezek, de magukon a kártyákon is rajta van, úgyhogy ez is segíti alapjában jövő a tanulhatóságot. Milyen a játék újrajátszhatósága? Én erre is adok egy ötöst a játéknak, mert alapjában jövő egy pakli kártya térben elhelyezve, ahogy keverjük, ahogy elhelyezkednek. Sort és oszlopot is választhatunk, úgyhogy nem fog nagyon sűrűn kijönni, sőt nem fog abszolút kijönni ugyanaz a kombináció. Ugye minden játékban 3 kóbormacska játszik, amit 13 kóbormacskából választunk ki, tehát van változatosság. Érdekesek, változatosak a kóbormacskák képességei is, hogy a macskák színére adnak pluszpontokat, vagy arra, hogy mit esznek, vagy alapjában nem ad pluszpontot, de hogyha azt a macskát megetetjük, nagyon sok pontot ad. Úgyhogy alapjában ilyen nagyon jó az újrajátszhatóság, a kiváló, egy ötöst adok rá neki. Összetettség és stratégia. Hát, a Cat Lady nem egy Twilight Imperium, vagy nem egy Village. Én az összetettség és stratégiára adok neki egy 4-est. Ugye nagyon jól meghatározott dolgokat gyűjtünk. Magukat, a macskákat, hogy megetessük. Sorozatgyűjtésbe, a set collectionbe a játékokat. Többségbe a jelmezeket. A macska mentából minél több kártyát szedünk össze, annál többet fognak írni a macskáink. Tehát nagyon meghatározottak azok a dolgok, hogy lehet győzelmi pontokat szerezni, viszont nem túl hosszú és nem túl bonyolult játék, rengeteget játszottunk vele, mióta megkaptuk a GameBiz-től, viszont mindegyik győzelmi pont szerzésre rá lehet állni, és mindegyikkel lehet nyerni. Mindegyikkel ugyanúgy lehet nyerni. Úgyhogy nem túl sok fajta stratégia van, és a stratégiák nem túl változatosak, tudjuk, hogy tudunk pontokat szerezni, de alapjával mindegyikkel van esélyünk nyerni, hogyha valamelyikre egy kicsit jobban oda koncentrálunk. És akkor jöjjön a szubjektív játékélmény, és én a Cat Lady-nek adok egy jót, egy 4-est. Jó játék. Ha leülünk vele játszani, nem egy partit szoktunk játszani, persze, hát visszatérve, a Twilight Imperiummal is szívesen játszanék egyszerre 3 partit, de hát szerintem összeesnék a fáradtságtól. Egy 10-20 perc alatt lejátszható játékból sokkal könnyebb több partit játszani, de alapjában éve ez egy jó játék. Nem kiváló, nem az a játékélmény, amire én azt mondom, hogy nekem ez a társasjáték játékélmény, de jó. Egy jó játék, minden egyes ülést. Mondom, ha 3-4 partit leülünk játszani, mindegyiket élveztük, mindegyikben jól szórakoztunk. Úgyhogy ez egy olyan játék, amivel jó játszani. És ezen érdemjegyek alapján kijött egy összesített 4,42 százados eredmény, és én ebben az esetben ugye 4,5 alatt van, tehát matematikailag se tehetek más, de a szívem is azt mondja, meg az eszem is, hogy inkább lefele kerekítek. Ez egy stabil, jó játék. Nem egy nagy idő felpakolni, jól néz ki, cuki,
aki szereti a draftolós játékokat, szerintem egy érdekes koncepció, nincs benne amúgy semmi új koncepció, de egy érdekes koncepció, hogy három kártyát kell kivennünk, és ugye van olyan, hogy a kezünkbe kerül valami, az asztalra kerül valami, eldobunk, és nyersanyagot kapunk érte. Ez egy jó játék, mindenkinek bátran tudom ajánlani, senkit ne riasztaná a macskás téma, abszolút nem erős benne a macskás téma, tehát hogy most a kártyákon olyan grafika van, meg olyan neveket adtak a macska játékoknak, meg a macska kosztümöknek, senki ne ijedjen meg, hogy ezt a játékot csak az fogja élvezni, aki szereti a macskákat, vagy aki nem szereti a macskákat, nem fogja ezt a játékot élvezni. Ez a játék nem a téma miatt jó, nem a téma viszi a hátán, alapjában éve a benne lévő draftolós mechanizmus, hogy a short oszlopot kivehetjük, meg kellett etni, ha nem tudtuk megetetni, mínuszpont, ha sok kajánk maradt, akkor is mínuszpont. Tehát maga a játék jó. Úgyhogy én szeretettel ajánlom a figyelmetekbe, egy egyszerű, gyors, kis draftolós játék, a Cat Lady. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Köszönjük a GameWiz-nek a mai epizód elkészítésében nyújtott segítséget. A GameWiz társasjátékos webáruház nem csak kedvező árakkal és változatos kínálattal, hanem kiváló minőséggel és megbízható első osztályú szállítással is áll a rendelkezésedekre. A GameWiz Facebookos oldalán napi szinten követhetitek a bolt híreit, értesülhettek az újdonságokról, az esetleges akciókról.